Finisbe lépett a tárgyalás a magyar kormány és az Európai Bizottság között a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatban. A kabinet a múlt hét elején küldte el válaszait a bizottság második levelére, melynek most egy hónapja van arra, hogy ezeket a válaszokat kielemezze. Közben a kormány döntött arról, hogy európai javaslatra létrehoznak egy korrupció ellenes szervezetet Magyarországon. Az intézkedés vélhetően azt a célt szolgálja, hogy Magyarország hozzájuthasson a helyreállítási alap több ezer milliárd forintos forrásaihoz. Varga Judit igazságügyi miniszter szerint ez a szervezet az uniós források szabályszerű felhasználását felügyelni, és közbelépne, ha más magyar hatóságoknál korrupciót tapasztalna. Az ellenzék szerint ez egy kamuhatóság lenne, hiszen egy fideszes pártkatona állna az élén. A DK-nál azt mondják, már van egy független hatóság, mely a korrupciót ellenőrzi. Úgy hívják Európai Ügyészség. És akkor Latman Tamás nemzetközi jogásszal folytatjuk jelenállás szerint telefonon keresztül. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye az látszik, hogy nagyon-nagyon szeretném meggyőzni ennek az új hatóságnak a létrehozásával az Európai Bizottságot, a magyar kormány. Ugye Varga Judit erről Facebookon posztolt is, most ki is ment tárgyalni. Ehhez képest például Jávor Benedek egy másik Facebook posztban arra hívta fel a figyelmet, hogy az uniónak is garanciákat kell látni ahhoz, hogy elhiggye, hogy ez egy valós és komoly és független hatóság lesz. Ezt hogyan, milyen formában tudná megadni valóban a magyar kormány? Hát elsődlegesen, ami meg tudná győzni az Európai Uniót, hogy alkalmas lenne az Európai Bizottság meggyőzésére, az az, hogyha ez a valamilyen független hatóság úgy állna föl, hogy annak működését befolyásoló szabályok és egyéb rendelkezések egy olyan garanciát írnának körül, akár intézményi, de akár bizonyos mértékig személyi garanciákról is lehet beszélni, amiket megnyugtatónak találna az Európai Bizottság a másik oldalon. A gond az, hogy hát a kormányzatnak van némi hitelességi válsága az elmúlt évek eredményei meg tevékenységei okán, és ugye nagyon nehéz csupán intézményi garanciák felrajzolásával előre elhitetni valamiről, hogy az egészen biztosan nagyon jól fog működni, különösen, és ezt ismét mondanom kell, a kormányzat elmúlt néhány éves teljesítménye után. Azt be tudjuk lőni, hogy az Európai Bizottság mennyire fogja mélységében nyomon követni ennek az új hatóságnak a létrejöttét, ezeket a bizonyos jogi, személyi, anyagi függetlenséget garantáló szabályokat, vagy azt mondják, hogy jó, a kormány ezt megígérte, akkor ez így rendben van. Vagy mélységében is megnézik. Biztosak lehetünk abban, hogy ezt folyamatosan figyelni fogja a bizottság. Már csak azért is, mert amit nagyon szépen láthattunk az elmúlt időszakban, hogy a bizottság egy folyamatosan növekvő politikai nyomás alatt is van a Magyarország számára tett kifizetések tekintetében. Tehát, hogyha most születik is egy megállapodás, és a bizottság azt mondja, hogy rendben van, ez a megoldás számomra jónak tűnik, tehát és akkor erre hivatkozással meg lehet állapodni, akkor utána a bizottság ugyanolyan politikai nyomás alatt lesz, mint eddig, tehát figyelni fogja ennek a bizottság, ennek a, akármilyen új hatóságnak a működését, meg a magyar kormánynak a ilyen-olyan megoldásait, és még hogyha megszületik is egy megállapodás a helyreállítási pénzek tekintetében például, de a kondicionalitási eljárás, tehát az úgynevezett új jogállamisági eljárás, az bármikor megindítható lesz a jövőben, és ezt folyamatosan napirenden fogja tartani a bizottság, legalábbis saját magán belül mindenképpen, és ezért figyelni fogja folyamatosan ennek az új hatóságnak a működését, meg az új rendszernek a működését, és abban a pillanatban, amit azt látja, hogy ez nem kielégítő, hogy ez semmilyen módon nem felel meg, akkor az új jogállamisági eljáráson keresztül még mindig oda tudhatni. Uh-huh. Tehát biztos vagyok benne, hogy folyamatosan figyelni fog. Mennyire intőjel a magyar kormány számára a lengyel példa, mert hogy ott is ugye az volt, hogy nem volt elég a bizottságnak egy ígéret, ezeknek a bírósági büntetőkamaráknak a megszüntetése, mert hogy ahelyett újakat hoztak létre, és akkor azt mondta a bizottság, hogy jó, akkor ez így mégsem stimmel, addig nincs pénz. Szerintem ez egy nagyon jó példa, hogy nagyon jól látszik az, hogy a bizottság egyébként most már mennyire, hát mondhatjuk úgy talán, hogy megváltozott a bizottságnak a működése, meg a hozzáállása is ezekhez a problémákhoz az elmúlt évek után. Ezt mindenképpen érdemes a magyar kormánynak figyelemmel kísérni, és most mondanám, hogy más kárából tanulnia.
Vajon amikor Navracsics Tibor azt mondja, hogy a vitás kérdések nagy részében megállapodás születhet idén, akár már ősszel, és a következő pár hónapban, a következő év elején pár hónapban már jöhet is pénz, akkor ő mennyire optimista, vagy mennyire realista? Ezt meg tudjuk becsülni? Én úgy gondolom, hogy ő nagyon optimista, tehát neki alapvetően a pozíciója is annak köszönhető, hogy valakinek optimistának is kell lennie. Én azt gondolom, és ezt eddig is ezt mondtam, hogy alapvetően mind a két félnek elemi érdeke a megállapodás. Tehát én azt gondolom, hogy a Navracsics Tibor és az Európai Bizottság vitájában előbb-utóbb lesz egy megállapodás, hiszen ugye a helyreállítási pénzek tekintetében a megállapodás az ilyen előfeltétele mindennek, és ezzel mind a két fél túl akar esni, tehát ez mind a két félnek érdeke, hogy ebből jövő év elején már biztos, hogy pénzek lennének, az abból a szempontból biztos, hogy túl optimista, hogy még hogyha most gyorsan meg is állapodnának a helyreállítási pénzek tekintetében, attól még mindig ott van, hogy a kondicionalitási eljárás, tehát az új jogállamisági eljárás alapján a bizottság még mindig azt csinál, amit akar, és hogyha a megállapodás után azt látja, hogy valami nem stimmel, hogy ezek a vállalások a magyar kormány részéről nem őszinték, és nem valósulnak meg, akkor a kondicionalitási eljáráson keresztül még mindig ki tudja tenni a féket a bizottság bárminek. Szóval ezt én mindenképpen egy nagyon optimista gondolatnak érzem. Ha a kormány most tényleg komolyan gondolja, tényleg képes és hajlandó olyan reformokat végrehajtani, például intézményrendszerben, stb., akkor akár ez meg is valósulhat, de ehhez tényleg nagyon optimistának kell lenni. Szeretném még egy nagyon érdekes a Szabad Európa oldalán megjelent hírről kérdezni a véleményét, ez pedig arról szólt, hogy névtelenséget kérő források azt mondták a Szabad Európának, hogy három igen komolyan jegyzett orosz oligarchát szeretne a magyar kormány levetetni a szankciós listáról. Olyan nevek szerepelnek, akiktől például egy 600 millió dollár értékű jachtot foglaltak le, abszolút az orosz elnök egyik kedvenc oligarchájaként tartották számon Uszmanovról van szó, de például az vas és acélművek tulajdonosa a másikuk. Igaz lehet egy ilyen hír, és hogyha igen, akkor a magyar kormány miért lobbizik az ő szankciómentesítésükért vajon? Nyilván nekem erről fogalmam sincsen, hogy ez igaz-e vagy nem. A Kirill pátriárka esete óta azt kell mondanom, hogy nem lenne meglepő, hogyha ez egyébként igaz lenne, és azt gondolom, hogy hatalmas hiba lenne a kormány részéről, hogyha ez valóban igaz lenne, hogyha ilyen jellegű igényeket, politikai igényeket fogalmaznának meg a jelenlegi politikai helyzetben az Európai Uniós intézményrendszeren belül. Ez úgy gondolom, hogy ez egy védhetetlen gondolat lenne, vagy álláspont lenne a kormány részéről, és hát biztos, hogy ennek megfelelően a politikai ellenhatások is olyanok lennének, amiket a kormány egyébként nem szeretne látni, de azt gondolom, hogy bizonyos mértékig az egyéni érdekképviselet, érdekérvényesítés az Európai Unión belül még az ilyen nagyon specifikus egyéni érdekek tekintetében is egy valahol bevett dolog, még akkor is, hogyha egyébként nagyon nem tudunk egyetérteni ezekkel a speciális érdekekkel, mint potenciális magyar érdekek. Hát én csak bízni tudok benne, hogy ez nem igaz, mert valahol a két szál, amivel kezdtük, tehát az, hogy a kormány hozzájut a forrásokhoz, és az, hogy az orosz-ukrán háborúval, illetve az energiaválsággal kapcsolatban az Unió mennyire tud egységes maradni, az összefügghet? Tehát, hogy a végén az Uniónak az az érdeke, hogy megállapodjon Lengyelországgal, Magyarországgal is, hogy egységes szövetségként tudjon fellépni? Van egy abszolút érdek erre, igen, de itt azért fontosabb kérdések is vannak a következő hónapokban az Európai Uniós döntéshozatal előtt, mint mindenféle orosz oligarchák, akárhogyha mondjuk az Európai Uniónak a saját források rendeletre gondolunk, ahogy, ami ugyancsak konszenzuskényszeres, bármilyen külpolitikai területen dönteni akar az Európai Unió, ez mind konszenzuskényszeres, tehát itt nagyon sok olyan kérdés van, ahol igenis van vétójogam az Orbán kormány kezébe, és ez nyilván ennek lehet valamiféle hatása arra, hogy az Európai Bizottság jelenlegi vitában is milyen pozíciót vesz föl. Tehát itt azért van egy ilyen kölcsönös zsarolási lehetőség, ha szabad így megfogalmazni. Bízom benne, hogy ez semmilyen módon nem mindenféle putyinista oligarchák tekintetében kerül az asztalra, mert az minden szempontból vállalható. Igen, eddig erre a Szabad Európás hírre, a lap megkeresésére nem reagált a magyar kormány, de
hát vélhetően talán majd fog. Köszönjük szépen Lattman Tamásnak, hogy tudtunk beszélni, további szép napot kívánok, és megyünk.